Felsőoktatás, gazdaság és kultúra, megújul az együttműködés Észak-Szumátra és a megye között. Atlétikai magyar bajnokság, sikeresen szerepeltek a csabaiak. Újabb lehetőség a megyei focinak, átadták a Békés Csabai Labdarúgó Akadémia utánpótlás kézigazgatóját. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Megújítják az Indonézia észak-szumátrai tartománya és a Békés megyei önkormányzat között a felsőoktatási, gazdasági és kulturális együttműködés még idén. A diplomáciai kapcsolatok ápolása érdekében a megye hagyományaival és kulturális életével ismerkedett az indonéz köztársaság magyarországi nagykövete. A hétfői látogatáson bejelentették, hogy hazánkban Budapest mellett egyedül Békés Csabán láthatják az érdeklődők a külképviselet által szervezett indonéz kulturális estet szeptemberben. Lehet kézzel is dolgozni, de ez már gépesítve van. Csipai Imre éppen azt mutatja, hogyan készülnek egyedi megrendelésre a táncos cipők. A gyomaendrődi cipész és csizmadia hagyományokkal és a cipőkészítés fortéjaival ismerkedett Gyomaendrődön az indonéz köztársaság magyarországi nagykövete hétfőn. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Békés megyében. Nem ez az első alkalom, hogy Békés megyében látogathatok, viszonylag gyakran járok ide. De ez most egy különleges lehetőség számomra, ugyanis az általános munkalátogatás keretein túl ma eljutottunk helyi múzeumokba is. Például megnéztük a gyomaendrődi tájházat, és most jöttünk egy cipőkészítő mestertől, akinek a műhelyébe volt szerencsénk ellátogatni. Békés megye és Indonézia Észak-Szumátra tartománya között volt már egy 5 éves együttműködési szerződés, emelte ki az indonéz nagykövet. Hozzátette, a Békés megyei önkormányzat és a távol-keleti ország nagykövetsége azon dolgozik, hogy 2015 után újraélesszék és meghosszabbítsák az együttműködést. Azon már túl is vagyunk, hogy újra gondoljuk. Az elmúlt hónapokban a nagykövetség segítségével Észak-Szumátra tartomány kormányzóságával előkészítettük azt az együttműködési megállapodást, amely hamarosan majd aláírásra kerül, alá fogjuk írni. Ebben a megállapodásban felsőoktatási együttműködés szerepel elsősorban, és gazdasági együttműködés, és hát ezt mindezt megalapozandó kulturális együttműködés is. Az elmúlt hónapban Békés megyei szakácsok képviselték a megyét és az egész országot szerte Indonéziában, ahol bemutatták a magyar gasztronómiai hagyományokat. Gyomaendrődön Tímár Attila és Tímár Albin mesterszakácsok beszámoltak az indonéz útjukról, és egy indonéz magyar ebéddel vendégelték meg a delegációt. Hétfőn délután az indonéz vendégek Békés Csabára érkeztek. A távol-keleti országban a bábjátéknak évszázados hagyományai vannak, ezért a delegáció ellátogatott a Békés Csabai Napsugár Báb Színházba. Ő az egyik főszereplő, és ő a másik. A két főszereplő. A Békés Csabai Jókai Színház termeit is megtekintette az indonéz köztársaság magyarországi nagykövete. A távol-keleti ország külképviselete ugyanis még ebben az évben szeretne egy indonéz zenét, táncot és hagyományos viseletet bemutató kulturális estet Budapest után egyedüliként a Békés megyei megyeszékhelyen is megrendezni. A zenés, táncos előadás, amire számíthatunk majd szeptember elején, hogyan fogja bemutatni Indonézia múltbéli zenei és táncos kultúráját. Tudni kell azt, hogy Indonézia ugye hatalmas ország, több törzsel, népcsoporttal rendelkezik, és ez a zenés kulturális est ugye egy nagyszerű keresztmetszetet fog majd nyújtani. Az előkészített felsőoktatási, gazdasági és kulturális együttműködést várhatóan még idén ősszel aláírják Indonézia észak-szumátrai tartománya és a Békés megyei önkormányzat között. Az ország számos pontjához hasonlóan Gyulán is köszöntötték a köznevelési terület szakembereit pedagógus nap alkalmából. A résztvevőket Teleki Szávai Krisztina, a gyulai tankerületi központ igazgatója, és dr. Görgény Ernő, gyulaváros polgármestere köszöntötte. Az ünnepségen több kitüntetés is gazdára talált.
Az idei év volt az első, amikor nem csak a gyulai, illetve a térségben dolgozó pedagógusokat, hanem a gyulai tankerületi központhoz tartozó összes járás intézmény vezetőjét, nevelőtestületi tagját, illetve a kiemelt pedagógiai munkát végző pedagógusokat is köszöntötték. Fontos mindannyiunk számára az, hogy néhány órába sűrítve megélhetjük az ünnep pillanatát, azt, hogy pedagógusok a tanév minden napján látható és láthatatlan küzdelmekkel a gyermekekért tesznek. A tankerületi igazgató látható eredményeknek nevezte a különféle sport és tanulmányi versenyeket, míg láthatatlan küzdelemként értékelte a gyermekek mindennapi bánatát és örömét. A város polgármestere úgy fogalmazott, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy köszönetet mondjanak a pedagógusoknak, hisz nem csak írni, olvasni tanítják a gyerekeket, hanem többek közt tisztelni a kultúrát és az értékeket is. A pedagógus nap az egész nemzet számára fontos, és ezen belül természetesen Gyula város polgárai számára is. Ezért tartottam fontosnak, hogy bár az iskolák működtetője, fenntartója már nem önkormányzatunk, de mégis közösen a gyulai tankerülettel tartsunk pedagógus napot, és itt ünnepeljük a nemzet napszámosait, akik nap mint nap végzett áldozatos munkájuk eredményeképpen megtanítják a gyermekeket mindarra, ami a legfontosabb az életben. Egy pedagógusnak nem csak a szigorú értelemben vett oktatás a fő feladata, hiszen akkor ezt a napot nem pedagógus, hanem tanárnapnak neveznék. Jegyezte meg Tótné Bodó Mária, akit tankerületi kiváló pedagógiai munkáért elismerésben részesítettek az eseményen. Én magam pedagógusnak tartom magam, és mindazt, amit én a tanítás során személyiségfejlesztést meg tudok valósítani, én azt gondolom, hogy az az én munkámnak a legnagyobb, legszebb, legédesebb gyümölcse. És hiszem, hogy a pedagógus személyisége maga a munkaeszköze. A tankerületi kiváló pedagógiai munkáért elismerésben 20, míg polgármesteriben 22 pedagógus részesült, emellett egy szakember vehetett át aranydiplomát. Egy békéscsabai tankerülethez tartozó oktató is a fürdővárosban vehette át elismerését, valamint az állami kitüntetéseket is Gyulán osztották ki. Ezen felül többen részesültek fenntartói dicséretben, illetve pedagógus szolgálati emlékéremben. Vízre bocsátották a Pupuló nevű hajót és három társát, amelynek legénysége egy hónap alatt készül eljutni a Körösökön, a Tiszán és a Dunán át a Fekete-tengerig. Gyurkó Dániel és Major Gyula több mint 1000 kilométeres túráról egy természetfilmet is készít, ami a nagy sikerű Kikiriki, talán Szerda van című alkotás folytatása lesz. A korábbi expedíciókon résztvevő időközben elhunyt csapattagok emlékére koszorút helyeztek a Körösökre az indulás előtt a túratagjai. Többféle feladata lesz az utazás résztvevőinek. Boldog Gusztáv például természetfotósként vesz részt az expedíción. Teljesen más a folyópart, nincsenek gátak a Dunánál, ki tud dönteni a víz helyenként, löszpartfalak vannak, és ennek megvan a sajátos élővilága is. Különösen lent a Dunadelta környéke lesz majd izgalmas, ahol a sirályokat szépen lassan átváltják majd a pelikánok, és hát ott az teljesen egy hálborzongató mesevilág, ami majd ott vár bennünket. A film rendezője elmondta, évekkel ezelőtt született az ötlet, hogy másoknak is megmutassák mindazt a szépséget, amelyet a Körösökön járva megtapasztaltak. A vízről a világ egészen más. Tehát az csodálatos, amikor az ember hajózik és különböző tájak mellett megy el, és főleg akkor, hogyha egy település mondjuk közel van a vízhez, az gyönyörű látvány vízről, de nyilvánvalóan ezt meg fogjuk mutatni a szárazföldről is. A stáb a korábbi két film után azzal az ambiciózus céllal vág neki a kalandnak, hogy kijussanak a tengerre. Ezzel kívánják megmutatni, hogy Békés megyéből is el lehet hajózni a Fekete-tengerig. Örülünk ennek a kihívásnak, és aminek én nagyon örülök, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy Békés megyéből hol lehet eljutni, és hogy ilyen adottságaink vannak. Ezt minél többen használják ki, minél több ilyen csapat jöjjön létre, akár nem muszáj, ugye én már öreg vagyok, én már nem bírok ennyit evezni, de akár kajakkal, kenúval induljon neki nyugodtan. Az expedíció várhatóan egy hónap múlva tér haza, az útjukon készült filmet pedig a 7.tv-n láthatják majd a nézők. Hello.
Ritka és szép látványban lehet része ezekben a napokban azoknak, akik kérészek násztáncát szeretnék megtekinteni. Ezeknek a rovaroknak a rajzása az egyik leglátványosabb természeti jelenségnek számít Európa folyóvizein. A meder aljába fúródva 3 éven át fejlődnek a lárvák, amelyek a víz rohamos nyári melegedését megérezve óramű pontossággal emelkednek ilyenkor a felszínre, hogy a késő délutáni, kora esti napszakban rendkívüli sokaságban tegyenek eleget fajfenntartó ösztönöknek. 1-2 órás kérész életüket csupán a szaporodásokán élik le, naplementére, miután a vízbe rakták petéiket, már el is pusztulnak. A különleges pillanatot, ami ekkora számban ma már csak a Tiszán és mellékfolyóin fordul elő, egy évtizede a neves brit természettudós David Attenborough is megfigyelte Gyomándrűt környékén. Stábunk idén Mezőberénnél a kettőskörös hídján át tudta rögzíteni a páratlan természeti jelenséget. A tiszta és oxigéndús vizet kedvelik, tehát ahhoz, hogy a lárvák túléljék, erre van szükségük, és ez nagyon fontos. Valami miatt annyira szennyezettek voltak a 20., főleg a 20. század az iparosodás következtében a nyugat-európai fajok, hogy nagy része kipusztult ezeknek a fajoknak. Igazából ekkora állományban csak itt nálunk fordul elő. Újabb adománnyal gazdagodott a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány, a Galéria Invest Kft. 300 000 forinttal támogatta a kezdeményezést. A kuratórium elnöke elárulta, hazánk legmodernebb 30 millió forint értékű járműve segítheti majd a Békés-megyei családokat. A Galéria Invest Kft. Egy békéscsabai székhelyű családi vállalkozás, amely 2004-től magas és mélyépítési kivitelezési munkákkal foglalkozik. Szabó Tamás ügyvezető fontosnak tartotta, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Mi is úgy gondoltuk, hogy ehhez hozzájárul mi építőipari cégünk 300 000 forint értékben. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy munkát végeztek, és úgy gondolom, hogy a megyének erre a koraszülött mentőre nagy szüksége van. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed örömmel fogadta az újabb adományt, és kiemelte, hogy sokat jelent a vállalkozások támogatása. Kuratóriumi elnök hangsúlyozta, hamarosan aláírják a szerződést a mentőautót gyártó vállalattal. Ez egy finn származású mentőautógyártó cég, és van neki egy kirendeltsége Magyarországon Kistarcsán, és mikor látták, hogy az emberek meg fogják venni a mentőautót, akkor a cég lemondott a nyereségről, a Mercedes gyár pedig jó áron adta nekünk a furgont, így összesen 30 millió forintba fogjuk megvenni a mentőautót, ez egyik legkorszerűbb mentőautó lesz Magyarországon. Az alapítvány nem áll meg a gyűjtéssel, hiszen a következőkben a kiegészítő eszközökre fordítják majd a támogatásokat. Sikeresen szerepeltek a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub versenyzői a 122. atlétikai magyar bajnokságon Székesfehérváron. Az EB ezüstérmes Bai Balázs kétszer is klasszis eredmény nyújtott, és a 110 méteres gát döntőjét 13,29 másodperces idővel az országos bajnokságok történetének eddigi legjobbjával védte meg címét. A Csabai Egyesület másik világklasszisa, Mártól Anita duplázott, hiszen szombaton súlylökésben 18,55 méteres dobással győzött, majd másnap diszkoszvetésben sem talált legyőzőre. A gerelyhajító Bogdán Annabella egyéni legjobbjával győzött, míg Gregor László 3000 méter akadályfutásban és 5000 méteren is harmadik lett, de a csabaiak emellett számos értékes helyezéssel gazdagodtak a viadalom. Békés Csabán Gyulán és Mezőberényben rendezte meg a 3. korcsoportos összevont labdajáték diákolimpia országos döntőjét a múlt hétvégén a Békés Megyei Diáksport Egyesület. A három város megosztotta a labdajátékok döntőit, így Gyulán a labdarúgás mérkőzései zajlottak, a rangadón összesen 20 fiú csapat küzdött meg egymással. Az időjárás is kedvezett azoknak a sportolóknak, akik részt vettek az összevont labdajáték diákolimpia országos döntőjén. A fiatalok jó hangulatú meccseket vívtak egymással, ahol a gyulai csapat nagy küzdelmek árán végül az 5. helyen végzett. Összességében nagyon jól játszottunk, a helyzeteket egy kicsit jobban ki lehetett volna használni, de a csapat nagyon jól összhangban volt, és segítettük egymást, és így sikerült az 5. helyet megszerezni. Gyula városa már tavaly is szervezett diákolimpiát. Ennek tapasztalatait felhasználva rendeztek idén bajnokságot. 16 ezer gyerek versenyezett a diákolimpiai versenyrendszerben, a 4 labdában, ezek közül a legjobbak vannak itt, tehát a megyei első helyezettek, azok mérettethették meg most magukat.
A város számára nagy megtiszteltetés, hogy a rendezvény Gyulára látogatott, és örömmel álltak a döntő megszervezése elé. Fontos volt számunkra, hogy ha lehet, akkor a labdajátékok vonatkozásában a labdarúgás itt legyen Gyulán, és mi adjunk otthon számunkra. Ez azért is nagyon fontos, mert meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, nem csak a városnak a történelmi, gasztronómiai kultúrájából természeti értékeit tudjuk, hanem a sport értékeit is meg tudjuk mutatni az ide látogatóknak, és külön öröm számunkra, hogy 20 csapat vett részt, és hát a gyulai csapat 5. lett, nemrég ért véget a mérkőzés, ez is egy történelmi pillanat. A harmadik helyet a Szolnok szerezte meg, míg a döntő a Győr és a Székesfehérvár labdarúgói közt dölt el. 2-0-ás eredménnyel végül az utóbbi együttes érte el az első helyet. A két békésmegyei csapatból a gyulaiak az 5., a békéscsabaiak pedig a 11. helyen zárták a bajnokságot. Szombaton adták át a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia utánpótlás képző központját a 4-es Honvéd utcában. Az elmúlt időszakban mintegy 650 millió forintos beruházás valósult meg, amelynek része a most átadott utánpótlás központ. A zenés nyitó ünnepségen több száz fiatal is részt vett a szüleivel, hiszen az akadémia gyermeknapi ünnepségét is egybekötötték az átadóval. A nemzeti színű szalagot átvágva nyitották meg jelképesen is a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia utánpótlás képző központját. A központ több éves munkaeredményeképp jött létre a 4-es Honvéd utcában. A 4-es Honvéd utcai komplexumot adtuk most át hivatalosan a gyerekek számára. Itt korábban egy személytelep volt, és kőkemény és hosszú évek munkájával sikerült felfedezni jelen állásra, jelen helyzetre. Jelenleg itt 2 nagyméretű fűespályával, 1 nagyméretű műfűespályával rendelkezünk, valamint 16 öltözőhelységgel. 30 ezer négyzetmétert locsolunk nap mint nap, és büszkeségünk, amiért 2 évig kellett kemény erőfeszítéseket tenni ez a műfős pálya, amit tavaly ősszel tudtunk átadni. Dankó Béla, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, a központ fontosságát hangsúlyozta nyitó beszédében. Hát ezeken a központokon keresztül, mint a Békéscsaba is, kerülnek a legmagasabb szintre, első-másodosztályba, illetve a válogatottba is a gyerekek. Ezért ez mindenféleképpen nagyon sokat jelent. És természetesen ezekben a központokban olyan sok gyerkőc juthat hozzá a labdarúgáshoz, szeretheti meg és tanulhatja meg a labdarúgást, hogy ezekben a gyerkőcökben nem mindenki lesz feltétlenül első osztályú vagy MB-s szintű labdarúgó. Akik nem lesznek MB-sek, azok itt a megyei csapatokat erősítik majd, ezért az egész megyei labdarúgásnak fontos. A rendezvényen részt vett a megye országgyűlési képviselője és fejlesztési biztosa is, aki köszöntőjében a központ felelősségét emelte ki. Azzal, hogy az akadémiai címet elnyerte az utánpótlás képző Békéscsabán, ezzel egy nagy felelősséget vállalt magára, hiszen a létesítmények biztosításával, a körülmények biztosításával sok olyan gyereket kell bevonnia, illetve tovább nevelnie, akik most már olyan körülmények között tehetik ezt, ahogy most láthatjuk az öltöző, a pálya. A megnyitó után az akadémia kiemelt eredményt elérő korosztályos csapatainak adtak át érmeket, majd a napot egy felnőtt mérkőzéssel zárták a sportolók. A híradó véget ért, a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!